egy kisfiú, és olyan kérésünk lenne, hogy esetleg az udvarba körülnézhetnénk-e, vagy hátul, vagy hogy be tudott-e esetleg önhöz jutni. Házról házra jártak az önkéntesek még márciusban Mözsön a Tolnai utcában. Mindenki a kis nyári Gergő Dávidot kereste. A 6 éves autista fiú 27-én hétfőn a korra esti órákban tűnt el otthonról. A kutatása éjjel is zajlott, eredménytelenül. Mindezt az eső, a tomboló szél és a hideg idő is akadályozta. Az eset az egész országot megrázta. A munka másnap tovább folytatódott. Mös határát, a környező utcákat, a legkisebb zegzugot is átnézték, hát ha ott találják a kisfiút. Kutyákat és helikoptert is bevetettek a szakemberek. A helyzetet tovább fokozta, hogy értelmi akadályoztatottsága miatt Gergő nem beszélt. Tegnap értesültem a Facebook közösségi oldalán, olvastam, hogy mi történt. Ugye ez a 6 éves kisfiú, ugye autista beteg kisgyerekről van szó, és én is nekiálltam keresni, tehát besegítettem a keresésbe. Itt Mös környékén több utcát végigmentem, Temető utca, tehát mindenhol, ahogy ki is írták, hogy több helyen próbáljuk keresni, erdőknél, bokroknál, árkoknál, úgyhogy hát, ha meg lesz. Az ügyben most következett be fordulat. A rendőrség ugyanis nyomozni kezdett, miként szökhetett ki a kisgyermek a házból. A hatóság az édesapját is kihallgatta. A férfi kollégáimnak kihallgatása során elismerte a felelősségét. Őt kiskorú veszélyeztetése büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A büntető törvénykönyv szerint így a kisfiú édesapja akár 5 évre is börtönbe mehet.